Legyen szó a magyar hadseregről. A hadkötelezettséget Magyarországon a 40 éves korhatárról felviszik az 50 éves korhatárig. Vagyis 50 éves korig be lehet sorozni az embereket katonának. Ami nagyon jó dolog első hallásra, de egyébként borzalom. Sok szerteágazó adat és vélemény szerint, ami ezzel kapcsolatban tudható, a dolog nem működhet. Elmondják, hogy legalább annyi orvosra lenne szükség az emberek mellé, mint amennyit esetleg sikerül besorozni, ha egy 30 vagy 50 ezer ember maximum, mert az összes többi vagy rokkant, vagy beteg, vagy... Szóval kritikán aluli állapotban van, és alkalmatlan a haza védelmére. Ugyanakkor fontos körülmény, hogy nem tudnak adni felszerelést sem ennyi embernek, illetőleg ennyi katonának ebben az országban, mert nincs elegendő fegyver és lőszer sincs. Szóval ebből a helyzetből okulva, hogy milyen az állapota a honvédelemnek szép hazánkban, rá kell mutatnunk arra az alapvető körülményre, hogy sohasem volt sokkal jobb a helyzet. Illetve amivel összetudjuk egyáltalában hasonlítani ezt a mai helyzetet, az a Horthy korszak, vagyis a világháború előtti Magyarország. Mert a mostani Magyarország újra független, de mindig valamilyen elnyomás alatt, vagy megszállás alatt volt, vagy legalábbis valami hasonló dologban volt ez az ország. Úgyhogy most tényleg azt kell mondanunk, hogy amíg a megelőző, tehát a rendszerváltás, az 90 körüli rendszerváltoztatás előtti állapotában egy kommunista diktatúrában vesztegelt az ország, ma legalább, ha más nem, de névleg vagy papírforma szerint független. Na most ugyanilyen független nem volt ez az ország, csak a második világháború előtt, vagyis a Horthy korszakban. Mert ugye azután jött a kommunizmus, a Kádár rendszer, meg most tök mindegy, hogy azt megelőzőleg a Rákosi éra, meg az egyebek volt, az nem számít, mert az jogfolytonos is volt tulajdonképpen, meg ugyanazok voltak hatalmon folyamatosan abban az 40-50 esztendőben. És a Horthy rendszer előtt pedig ugye osztrák, Habsburg befolyás alatt voltunk, finoman fogalmazva is, hanem megszállás alatt. Úgyhogy, és hát azt megelőzőleg ugye az egész a Rákóczi szabadságharcig visszamenve, szóval az 1500-as, 1600-as évek óta Magyarország nem tudott önálló és független állam lenni a saját talpán, de az első világháború után, tehát az 1920-as időtől, 1920-tól, ráadásul pont Trianon, ugye, ez az ország már függetlennek nevezhető magyar királyság, király nélküli királyság, Horthy Miklós kormányzóval. Úgyhogy ebből kell kiindulni. Akkor az ország tönkretett állapotában, tehát a két világháború között, az első világháború után, Trianon után, az ország vesztés után, amikor az országnak elvették a több mint kétharmadát, ez az ország gyarapodni tudott. Megerősödni,
képes volt arra, hogy haderejével valamit műveljen, és például be tudtunk vonulni Ukrajnába a Szovjetunió elleni nagy össznémet háborúban részt vettünk, tök mindegy, hogy milyen eredménnyel. Ma legalábbis az összehasonlításban ennek semmilyen jelentősége nincsen, mert a mai haderő a 2010-es években, 2018 és azután képtelen lenne bármilyen hadi cselekmény végrehajtására és megvalósítására. Ezt mondják azok, akik ehhez értenek. Tehát katonák, tisztek, szakértők. Sajnos ez a helyzet. Na most, hogy lehet, hogy az elmúlt 25-30 esztendőben, amióta a rendszerváltás volt, szeretett hazánk nem volt képes eljutni még annak a színvonalnak a közelébe se, amibe utoljára, amikor független volt, rövid úton eljutott a Horthy rendszerben, vagyis hogy egy ütőképes hadsereget ki tudjon állítani, mondjuk úgy 100 főnél többet. Mert akkor ugye ki tudtunk állítani egy 100 000 fős hadsereget is. És legalábbis az a hadsereg, a vele egy szinten lévő hadseregeket, tehát például a környező országok hadseregeit simán megverte volna, mint ahogy egyébként 1919-ben ezt meg is tette. A Felvidéken és szerte a Kárpát-medencében, különösen is a cseheket, a szlovákokat, meg egyebeket megvertük. Kivertük az országból. Úgyhogy ez a katasztrófa, és ezzel kellene foglalkozni, hogy a mostani magyar demokráciában történetesen éppen az Orbán kormány alatt a magyar hadsereg nem létezik. Tehát egyszerűen nem létezik. Ez a 90 óta eltelt, idestóva 30 esztendőben egy olyan ütőképes hadsereggel kellene már rendelkeznünk, meg kellett volna oldani, tök mindegy, hogy hogyan, ami hát legalábbis nem olyan vérszegény és szerencsétlen és beteg és nem létező és béna, mint a mostani haderőnk, amit mellesleg meg kiszolgáltatunk a NATO-n és a Unión keresztül, meg mindenhogyan, hogy menjenek, arcoljanak Ázsiába, Afganisztánba, Burgundiban, a tenger alatt, tök mindegy, de itt ilyen semmi hasznokat soha nem tudjuk meg. Szóval ez óriási különbség a régi, 20. század elejé Magyarország és a 21. század elejé Magyarország között. Ez az alapvető különbség, hogy a mostani államvezetésünk nem tudjuk, hogy hova a pitlibe teszik a pénzt, meg az egyebeket, de nem fejlesztettek, nem hoztak létre egy normális haderőt. Persze hozzá kell tenni, hogy nem tudjuk, hogy pontosan mi a helyzet, de rengeteg hadgyakorlat és egyebek van a Bakonyban. Ott kik gyakorlatoznak? Mert valami történik, és hallani lehet, meg tudunk róla, hogy ott óriási hadgyakorlat. Lehet, hogy nem is a magyar hadsereg gyakorlatozik, mert az nincs. Vagy mi a valóság? Mi a helyzet? Köszönöm a figyelmet. Ennyi volt. Isten áldjon benneteket. Legyen a tanyátok az éjszakán. Virágzó tavaszon, illatos hajnalon szeretünk.